Szép estét kívánok! Az esti mérlegben egy alapítványnak a klubjával fogunk foglalkozni. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Plánki Krisztina klubvezetőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Én is köszönöm, hogy itt lehetek. A Fehérvár Travel alapítványnak a működéséről már többször ejtettünk szót itt a Fehérvár televízióban, és egy autista klubot is létrehoztak, és működik most már egy ilyen klub is. Erről mit kell tudni, mióta működnek? 2017 tavaszán kerültem kapcsolatba a Fehérvár Travel alapítványa magánemberként, és akkor sokat beszélgettünk arról, hogy az autista fiataloknak nem igazán van semmilyen lehetősége. Azután, hogy az iskolából kikerülnek, tulajdonképpen otthon vannak a szüleikkel. És néhány hónap múlva kerestek a Travel alapítványtól engem, hogy lenne lehetőség arra, hogyha mi segítenénk szakemberek, akkor ők szívesen működtetnének a fiatalok részére egy ilyen klubot. Ezek után kezdtünk el dolgozni, és 2017. októberében indult ez a klub. Általában 11, 13, 14 fiatal felnőtt vesz részt a foglalkozásokon. Ők mindnyájan 20 évesek, akik már az iskolát befejezték, életkoruk miatt semmilyen közösséghez nem tartozhatnak, és tulajdonképpen ez az egyetlen egy olyan hely, ahol részt vehetnek egy közösségi foglalkozáson, és a szüleik is egy picit tehermentesítődnek erre az időszakra, és végezhetik a saját dolgukat, amik felügyelet alatt vannak a fiatalok. Egy kicsit beszélgessünk már az autizmusról. Ugye az autizmus spektrum zavarnak különböző árnyalatai léteznek. Mi az, ami nehézséget okozhat akár a gyerekeknek, a fiataloknak, illetve a szülőknek a betegség által, vagy a betegség miatt a kialakult élethelyzetből? Tehát először is azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy ez nem egy betegség, hanem ez egy állapot. És hát így, ahogy beszéltünk róla az előbb, nagyon-nagyon széles spektrumon mozog. Egészen onnantól kezdve, hogy vannak, akik súlyos autisták, és egész életükön keresztül nem tudnak beszélni, nem tudják saját magukat sem ellátni, és van olyan is, aki éppen hogy csak néhány tünetet mutat, de ezek a tünetek lehetnek olyan erősek, ami már az élet minőségét befolyásolja. A mi klubunkban is vannak különböző mélységben érintett fiatalok. Van közöttük, aki érettségizett, jó képességű fiatal, de egyéb szocializációs területen nem tud olyan szinten működni, hogy mondjuk egy munkahelyre beilleszkedjen. Viszont van olyan is, aki nem beszélő, és saját magát sosem lesz képes eltartani és ellátni. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez az állapot, ez a kommunikációra, illetve a társas kapcsolatokra hat leginkább? Igen, elsősorban kommunikáció és szociális rész, társas kapcsolatok, viszont nagyon gyakran együtt jár az értelmi érintettséggel is, tehát vannak olyanok is, főleg amiatt, hogy a kommunikációjuk nem megfelelő, ezért ők értelmileg sem mindig tudnak ugyanolyan szinten fejlődni. Természetesen nem mindenkire igaz, vannak nagyon különleges képességgel rendelkező autizmussal élő személyek is, és vannak, akik egészen magas intelligenciával rendelkeznek. Miért jó nekik ez a klub? Hát elsősorban azért, hogy értelmet adjunk a mindennapjaiknak, mert úgy élni nagyon-nagyon nehéz, hogy csak úgy vagyunk, és felkelünk és lefekszünk, tehát fontos az, hogy ők valamit csináljanak és valahova tartozzanak. Ez az egyik legfontosabb dolog, és ahogy említettem is már, az is nagyon fontos, hogy a családjaik is érezzék azt, hogy van lehetőségük, és néhány órát el tudnak tölteni úgy is, hogy nem kell a fiatal felnőttre felügyelni. Ez a családnak is egy rendkívül sokszínű és nehéz állapotot okozó. Igen, tehát azt gondolom, hogy minden esetben a családok részére ez egy nagyon nagy felelősség, aki autizmussal élő személyt nevel, akár gyerekként, akár felnőttként a családjában. Ugyanakkor egy nagyon szép és különleges dolog is, mert amennyi nehézség az ő életükben felmerül, de nagyon-nagyon sok pluszt is tud adni az életünknek, hiszen hatalmas nagy szeretettel rendelkeznek ők. Milyen tapasztalatuk egyébként akár a szakembereknek, akár az érintett családoknak, hogy a társadalom mennyire ismeri vagy fogadja el ezt az állapotot? Mennyire vagyunk toleránsak? Ugye általában, hogyha az ember lát egy vakvezető kutyát, vagy egy olyan fajta
fogyatékosságot, ami szemmel látható és tudható, ott azért elfogadóak vagyunk, legalábbis én ezt tapasztalom. De mondjuk, ami első ránézésre nem látszik, vagy nem annyira ismert, ott azért gondolom, hogy vannak korlátok. Igen, ez egy nagyon nehéz terület. Pont azért, mert így első ránézésre ő rajtuk nem látszik, hogy valamilyen fogyatékossággal élnek, és nagyon sokszor úgy gondolják, hogy ez egyszerűen egy rossz nevelés, egy szemtelen viselkedés, ahogyan ők esetleg reagálnak bizonyos dolgokra. Saját példámat tudnám mondani, mert nekem is van egy 15 éves autizmussal élő fiam, ő még iskolába jár, de például, ha elmegyünk vásárolni, akkor ő minden alkalommal megkérdezi, hogy miért kell sorba állni a pénztárnál. És az emberek ezt úgy gondolják, hogy milyen szemtelen és miért akar itt tolakodni, és nagyon nehéz. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítene az, hogyha az emberek tudatában nagyobb ismeretanyag lenne. Tehát az autizmusról, magáról, erről az állapotról, az ő nehézségeikről kellene, hogy többet tudjanak, és akkor könnyebb lenne elfogadni őket. Igen, mert mondjuk nagyjából, hogyha az emberekkel beszélgetünk, akkor ha nincs érintettség, akkor legtöbben talán az Első ember című filmet be tudják hozni, de úgy nem különösebben ismerik azt, hogy ez egy mennyire sokszínű betegség, és milyen fokai érintettségei lehetnek, vagy hogy például létezik az, hogy nem beszélő autizmussal élő. Én legalábbis ezt tapasztalom. Igen, én is ezt tapasztalom, hogy egyáltalán nem tudják hová tenni. Annyit mondanak általában, hogy beteg, hogy fogyatékos, pedig ez a legtöbb esetben nem is igaz. Tehát ők nem betegek, nagyon sokuk nem is fogyatékos a szó hagyományos értelmében, mert hogy nem értelmi fogyatékosak mindnyájan. És egyszerűen ez egy olyan állapot, ami a társas viselkedésben és a szociális nehézségeket jelenti. Tehát ezt kellene talán népszerűsíteni, de ez rossz szó. Hát megismertetni. Tehát inkább csak megismertetni az emberekkel. Ugye említette, hogy van ez a klub, milyen gyakran tudnak találkozni, és hogy néz ki egy ilyen klub foglalkozás? Igen, ezt éppen akartam mondani, hogy a kezdetekben heti két alkalommal volt foglalkozás, most már a Travel Alapítvány jóvoltából heti háromszor tudnak jönni a fiatalok. Itt szakképzett autispecifikus képzéssel rendelkező gyógypedagógusok dolgoznak, és a klubfoglalkozásokon először mindig a napi dolgokról beszélgetünk. Ez azért is nagyon fontos, mert azok a fiatalok, akik tulajdonképpen otthon töltik a hétköznapjaikat, nagyon hamar dementálódnának. Tehát fontos az, hogy ők belevonódjanak a társadalomba, és belevonódjanak a hétköznapokba. Ezért mindig azzal kezdődik, hogy mi van most körülöttünk, mi történik a világban, milyen nap van, milyen ünnepre készülünk, kivel mi történt az elmúlt napon, amíg nem találkoztunk. Azután pedig különböző foglalkozások vannak, van kézműves foglalkozásunk, van mozgás, zeneterápia, és alkalmanként kutyaterápia. Ami még nagyon fontos, és itt ezt szeretném mondani, hogy a klubon belül is két részre osztjuk mi magunk a fiatalokat. Ez egy ilyen, tulajdonképpen csak egy ilyen jelképes kettéosztás, mert tudjuk azt, hogy kik azok, akik alkalmasak lehetnének arra, hogy később rehabilitációs munkában vegyenek részt, és kik azok, akiknek igazából színesebbé tesszük csak a mindennapjait. Nagyon készülünk arra, hogy rehabilitációs munkát tudjunk találni azoknak a fiataljainknak, akik alkalmasak erre, és őket még inkább készítjük fel arra, hogy részt vegyenek majd a munkában. Tudnak ilyenkor mondjuk tapasztalatot cserélni a szülők, jó gyakorlatokat megosztani, tehát hogy ez a klub élete a családra is kiterjed, azon kívül, hogy nyilván tehermentesítik egy kicsit a családot, de hogy erre van-e valamilyen lehetőség? Igen, próbálunk erre figyelni, tehát a szülők önmaguk között is beszélgetnek, de nagyon szerencsés helyzetünk van, hogy egy pszichológus is segíti a munkánkat, és ő pedig külön a szülőkkel is szokott időnként beszélgetni. Tehát a szülők őhozzá is bizalommal fordulhatnak hozzánk is, bármilyen problémájuk van, meg természetesen egymás között is beszélgetnek. Most szoktunk olyan programokat létrehozni, amikor a szülők is benn maradnak a foglalkozáson, leginkább ünnepek alkalmával. Tehát télapó, ők igénylik ezt, és jól érzik magukat, hogy egy-egy alkalommal közösen is ott legyünk és beszélgessünk.
hogyha valaki mondjuk ezt a beszélgetést nézi, és érdeklődik, mert érintett esetleg a klub iránt, akkor hogyan tudja önöket elérni, illetve kik csatlakozhatnak? Tehát egyetlen egy kitétel, hogy autizmussal érintett személy legyen, mégpedig ezt azért gondoljuk így, mert más fogyatékossággal rendelkező személyeknek több lehetőségük van, hogy részt vegyenek valamilyen közösség életében. Autisták csak itt nálunk lehetnek tagjai klubnak, Fejér megyében, és ezért mindenképpen azt szeretnénk, hogyha nem venné el a helyet más fogyatékossággal élő itt a klubban az autistáktól. Tehát aki már nem egy közösség tagja, tehát az iskolásokat még azért nem szeretnénk, mert ők még van, ahol eltöltsék a napjaikat. Tehát aki már nem iskolás, korosztálytól függetlenül bárki jöhet és csatlakozhat hozzánk. Anyagi vonzata, azt tudom mondani, hogy szinte nincs, ugyanis a Travel Alapítvány áll minden költséget. Itt mi jelképesen havi 1000 forintot szoktunk csak egy ilyen osztálypénz jelleggel szedni, amit minden esetben vissza is fordítunk, és a fiataloknak pizzát rendelünk, üdítőt, stb. Hát a klub életre. Hát a klub életre fordítjuk, igen. Tehát tulajdonképpen ennyi, hogyha felkeres bennünket, akkor csatlakozni tud hozzánk. És az alapítványon keresztül, vagy van esetleg valami külön elérhetőség is a klubnak? Nem tudom, hogy én itt a telefonszámomat mondhatom esetleg. Igen, hogyha, tehát abszolút nem lehetőség. Tehát Székesfehérben a Prohászka utca 15 szám alatt tartjuk a foglalkozásokat, jelenleg hétfőn, szerdán és csütörtökön, tehát személyesen ott is jöhetnek és jelentkezhetnek. Az én telefonszámom 0620 278 3843, itt is kereshetnek bennünket, szívesen látjuk az érdeklődőket, és amennyiben többen leszünk, akkor már így nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, hogy hogyan lehetne bővíteni ezt a jelenlegi 3 alkalmat. Említette a terveket, akkor összességében mi a cél, hova szeretnének eljutni? Tehát a tervünk most így rövidebb távon annyi lesz, hogy rehabilitációs munkát találjunk ezeknek a fiataloknak, akik alkalmasak lennének rá, hogy dolgozzanak. Aztán később szeretnénk, hogyha ez a heti 3 alkalom addig tudna bővülni, hogy ez mindennapos tevékenység lenne, és egy ilyen napközi jelleggel működhetne, ami most még csak klub. És nagyon-nagyon nagy álmom, és talán egyszer sikerül, hogy támogatott lakhatás is létrejön az autista felnőtteknek itt Székesfehérváron. Hát ugye jelenleg ugye... Jelenleg nincsen. Nagyon... Országos szinten is nagyon kevés, de Fejér megyében még inkább hiányterület ez a támogatott lakhatás a felnőttek részére, és a szülők részéről is egyre nagyobb igény látszik ez iránt, hiszen mint régebben az volt a tendencia, hogy mindenki otthon legyen és otthon maradjon, most kezd megfogalmazódni az, hogy vajon jó-e nekik az, hogy mindig otthon a 4 fal között a szülőkkel természetesen kirándulnak családdal együtt, de más az, mint hogyha a saját korosztályukban, saját köreikben tudnák együtt tölteni napjaikat, és tulajdonképpen nekik is joguk van ahhoz, hogy teljes életet élhessenek a saját lehetőségeiken, saját korlátaikon belül. De a támogatott lakhatás ez ehhez adna nagyon nagy segítséget. És nem utolsó sorban pedig arra is kell gondolni, hogy a szülők egyszer csak megöregednek. És mivel az autizmussal élő fiatalok szervileg egészséges emberek, ők várhatóak hosszú életet élnek majd, és nekik viszont mindig támogatásra lesz szükségük. Ugye említett ezt a rehabilitációs munkát, milyen jellegű munkavégzést? Gondolom nyilván a mindenki a saját állapotától, az állapotának a mélységétől függ, de általában mit lehet mondani, hogy milyen típusú munka lenne megfelelő, vagy jöhetne szóba? Hát mivel ő rájuk nagyon jellemző, hogy a monotónia tűrésük viszonylag nagy, ezért el tudnak végezni olyan munkát nagyon könnyedén, ami másnak esetleg nehézséget okoz. Pont a monotonitás miatt. Igen, a monotonitás miatt. Tehát nagyon-nagyon jól tudnak valamit válogatni, valamit összerakni, tehát ami egy állandó munkatevékenység. Ami nehézséget okoz ugye nekik a rugalmasság, tehát nem könnyen váltanak, de egy betanított munkát azt jól el tudnák végezni. Tehát akkor vannak tervek, bőven mondhatjuk azt. Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát sok sikert kívánok a klub élethez és a klub működtetéséhez, meg ahhoz is, hogy a céljaikat meg tudják valósítani.
Köszönöm szépen, én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy november 30-án lesz a klubunk egy éves évfordulójának az ünnepsége, és ezt részben azért is tartjuk, mert mi nagyon örülünk annak, hogy egy éve már működünk, részben azért is, mert szeretnénk, hogyha az emberek tudatában minél inkább ott lenne, hogy az autista fiatalok léteznek, és ők is a társadalmunk értékes tagjai. És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor ott meg is, be is nézhetnek önökhöz, helyileg ott lesz, ahol működik a klub is, ez a születésnap, nem? Nem, helyileg a Budai úton lesz, a jelenleg autizmus tagozatként működő általános iskola épületének az aulájában. Ez a volt vízivárosi iskola aulája, ott tartjuk november 30-án 16 órától, és ott a fiatalok is adnak egy kis ízelítőt, életképeket mutatunk fényképeken keresztül a klub munkájából, és hát készülünk egy kis előadással is. Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődik. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Nézőinek pedig megköszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel hétfőn jelentkezünk majd itt a Fehérvár televízióban. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!